Sziasztok! A mai videóban egy Horizon Hobby által forgalmazott RTR készlet került elítékre, egy Twin Hammers DT19-es rockrészer. Vízálló elektronikával van szerelve, világítás jár hozzá, akkumulátor és töltő. Ebből áll a készlet, egy 4WD-s autóról van szó, első diffik nyitva vannak, a hátsó pedig zárt. Nézzük meg, hogy mit rejt a doboz. Az egyik oldaldobozban található a Spectrum 2,4 GHz-es távirányító. Nézzük, van-e még valami más, dobozban nincsen. Ez egy kétcsatornás 2,4-es távirányító, ugye a bekapcsoló gomb, ezekkel a kitéréseket és a trimmeket lehet beállítani, ezzel pedig a kormányzásnak a dual rate-jét, hogy mennyire kanyarodjon az autó. Fölül a reverse gombok és a bindelő gomb található. Négy elemes kivitel. Igen, csalás és ámítás, mert már benne vannak az elemek, ugye már ki volt próbálva az autó, de remélem, hogy be is volt kapcsolva, mert hogy úgy látszik, hogy nem világít a dolog. A másik doboz rejti a manuált, és ha minden igaz, a töltőt. Igen, ebben van benne a USA szabvány, meg talán Angliában is ilyen van, az európai kábel, valamint a lipo aksihoz való 1-2 és 3 cellás lipo aksi töltésére alkalmas 10 wattos balanszeres töltőt. Ezekkel lehet feltölteni a készletben található akkumulátort, ami jelen esetben egy 2000 mAh-es 3C-s akkumulátor, hát ehhez az autóhoz megfelelő a teljesítménye. Van benne egy kis bindelő, ez gondolom a szabályzóhoz kell, nem is a bind, hanem ez a stekker, ezzel lehet valamit állítani szerintem, és van hozzá egy pár darab tartalék alkatrész, meg egy pár szerszám, ami szükséges lehet esetleges beállításokhoz, vagy javításokhoz. Van benne egy pár gömbfej, szervótartó, kormányszárvónak egy fogaskereke. Nagyjából ennyi. Töltésről egy pár szó, az minket nem érdekel. Igazából a manuál lenne érdekes, de úgy látom, hogy ez nem egy manuál, hanem ez egy, hát az RTR autókhoz adott tájékoztató füzet tulajdonképpen, ami leírja azt, hogy kell bekapcsolni, hogy kell beüzemelni, hogy kell bekapcsolni az autót, hogy lehet a trimmeket beállítani, hogy kell tölteni. Hát ez igazából olyannak érdekes lehet, akinek ez az első autója, de tulajdonképpen akinek már ez sokadik paripája, ott azért ezekkel mindenki tisztában van. De nézzük meg magát az autót. Tehát egy gyárilag összeszerelt, teljes elektronikával szerelt autóról beszélünk. Egy 15 körös, nem cserélhető kefés motor van benne. Mint ahogy említettem, az első diffi nyitva van, a hátsó pedig zárt. Gyönyörű szépen csillapítja a hátsó alumínium gátló a rugózást, a berugózást. Elől ugye a megszokottól eltérően, nem tudom mennyire látszik, vízszintesen vannak elhelyezve a gátlók. Ezáltal ugye viszonylag picike gátlók, talán 50 mm-es gátlók vannak benne, elég nagy futómű mozgást lehet elérni, ugye szintén gyönyörű szépen tompítja az esetleges orra érkezést, hogyha mondjuk egy ugratást rosszul fejezünk be. Teljes értékű ötödik, vagyis pótkerék van hozzá, a gumik, hát ugye nem feltétlen puhák, ám bár talán mintha egy picit puhábbak lennének, mint az előző verzió volt, és a kit verzióhoz való volt. Igazából arra, mire való, hogy ilyen az ember gyorsan menjen vele, meg ugrasson, meg ilyenek, arra, de a gumik tökéletesek. Ugye az előző verzióhoz képest annyi különbség van még benne, sőt, ugye lehet, hogy azért, mert az RTR autóban nem tették bele ugyan, ebbe egy egysebességes hajtás van, tehát nem kell a váltóval küszködni, ezért is elég hozzá kétcsatornás távirányító. Hátul
hosszába és keresztbe lehet elhelyezni a hozzáadott kétszálás akkumulátort. Ez kinek hogy esik jobban kézre, vagy hogy lehet jobban variálni, nagyobb akkumulátort esetleg hosszabb játékidő miatt tenni hozzá. Hát az RTR autókhoz hülyen a matricázás az elég silány. Itt nagyon jól látszik, hogy tulajdonképpen egy picivel lentebb tették volna itt a matricát, akkor fölül nem pöndörödne így vissza a gyári matrica. Hát itt igazából meg is van sérülve a matrica, pedig az autó még egy métert nem ment, ugye? Most adjuk ki a dobozból. Itt ezen az oldalon szintén ugyanúgy túl van engedve a matrica, pedig hát lent látjuk, hogy azért volna hely. Igazándiból amúgy különben a festése nem rossz, a kivágás is elég normális. RTR autóknál ugye ezt nem szokták túlzásba vinni, de itt egészen jól néz ki. Mondjuk itt talán ez a hátsó sárvédő, hogy most ez minta, vagy itt ki lehetett volna tovább vinni így a kivágását, igazából nem tudom, de mondjuk nagyjából úgy van kitalálva, hogy éppen, hogy hozzáért talán a kasznihoz 1-1 millimétert, úgyhogy hát igen, itt teljes berugózásnál, vagy eltekeredésnél, nem, berugózásnál nem, mert ugye ott az fölkoccan, eltekeredésnél hozzáér ugye a karosszériához, tehát ez nem olyan nagyon nagy probléma. Teknő felépítési ugye az autó, ebben a részbe helyezkedik el az elektronika, ezen a felén van a motor, középen van a hajtás, itt pedig a szabályzó és a vevő, a kormányszervó valahol itt helyezkedik el, ugye egy tolóruddal mozgatja a kormány összekötőket, lengőkarok telik, nem megy közé a kosz, meg ilyen talán erősebb is, mint hogyha itt ki lenne duggatva. Itt a haspáncél része ezt fogja föl, azt az ütést, amikor esetleg ugratásnál nem jól érkezik az ember. Hátsó lengőkar bekötési pontok valamelyest védettek, ugye ezt egy ilyen kis lefnivel talán lehet javítani még rajta, hogy kevésbé sérüljön. Ide vannak bekötve a hátsó gátlók, amiknek az előfeszítését, ha jól tudom, akkor igen, az előfeszítését itt egy hézagoló, nem is hézagoló, hanem egy ilyen gyűrű van rajta, amit egy kis csavarral lehet meghúzni, és akkor azzal az előfeszítését átvinni a gátlónak, amúgy elő-hátul alumínium gátló van az autóba, műanyag bukókeret, a beltartalmi értékekhez, ezeknek a csavaroknak a kitekedésével lehet hozzájutni, ugye le lehet venni az egész karosszériát, és akkor alatta, ha kivesszük a belteret, ott van alatta a motor, a hajtás. De itt, ha benézünk, akkor itt látható, hogy itt van a szervó, onnan megy a karhoz, és akkor ott van benne a vevő, ezen az oldalon pedig itt van a motor. Tulajdonképpen így helyezkedik el, hogy így van az elrendezés az autónak. Na, nézzük meg, hogy világít a lámpa. Hát, ha éreztek kell maga a távirányító is közben. Most ezt nem fogom nagyon bedugdosni ide, csak éppen, hogy ide be a kábel alá. Hogy van? Ja igen, ellentétes. Így lehet összedugni. Ó, hát már világít is. Tökéletes. Akkor ezek szerint be volt kapcsolva az autó. Na, így néz ki a világítással felvértezett paripa. Próbáljuk bekapcsolni ezt a távirányítót, hogy hát ha... Na igen, valami kis érintkezési probléma volt vele, úgy látom. A trimmel van tekergetve egy kicsit, úgy látom. Hopp, mindjárt be is állítjuk. Így, és már meg is szűnt a sípoló hang. Hát így kézbe is elég jól megindítja az autót, biztos, hogy nagyon jól tud szaladni. Tényleg arra, amire ki van találva, arra tökéletes a konstrukció. Hát igen, a szervó az valószínű, igen, hogy mondjuk így nekünk a triálos berkekre, vagy éppen driftre nem lenne alkalmas, de megint csak azt mondom, hogy a nagy tempónál ennek akkora lényege nincsen. Mondjuk picit gyorsabb lehetne, hogy könnyebb lenne korrigálni a farolásokat, meg ilyesmiket, de ezt egy pár ezer forintból meg lehet oldani ezt a cserét, tehát ezzel nem lesz szerintem probléma. Még annyi esetleg, hogy közben észrevettem, hogy egy CVD-s féltengelyek vannak benne, a teljes csapágyazás mellett, ugye, amit elfogyottam mondani. Úgyhogy igazándiból egy elég tartós kis darabnak néz ki ugye első blikre.
Na, hát róla lenne szó. Most tudom, hogy hová rakjam, hogy látszódjon rendesen. Így néz ki. Remélem, hogy hasznosak voltak az információk, amiket így első blikre dobozból kivéve tudtam róla mondani. Hajrá, szevasztok!